Ismét várják azoknak a 20 év feletti fiataloknak a jelentkezését, akik a diaszpórában, illetve a szorvágyban élő magyar közösségek magyarságának megőrzésében szívesen segítenének. Összesen 39 országba lehet eljutni, a közelebbi európai helyszínektől egészen Új-Zélandig. Az elmúlt években nagy sikere volt a kezdeményezésnek. Ha nem tudsz két annyit hallgatni, mint beszélni, kár, hogy kinyisd a szád. Berec András énekes és mesemondó a Dél-Afrikai Magyar Szövetség klubházában lépett színpadra tavaly ősszel. A Kossuth díjas művészt, a Körösi Csoma Sándor ösztöndíjas Török Tímea hívta Johannesburgba, hogy a kint élő magyarokkal együtt ünnepeljék a Magyar Népmese napját. Tímea 7 hónapot töltött Dél-Afrikában, ez alatt magyar órát is tartott a helyi diákoknak. Ökörsütést és hagyományőrző programokat szervezett a Johannesburg környékén élő 130 fős magyar közösségnek. Október 23-án pedig együtt emlékeztek az 1956-os forradalomra és szabadságharcra. Nagyon jó volt oda csöppenni, és hát tulajdonképpen egy kis Magyarországot látni, így egy összetartó közösségen belül. Azt mondta, ott Dél-Afrikában tanulta meg azt, hogy mit jelent magyarnak lenni. Több olyan kulturális eseményünk volt, amikor azért tetten érhető volt, és sokaknak könnybe lábadt a szeme, amikor nagy Isten képeket láttak a mostani Budapestről, mert ugye a város rengeteget fejlődött, illetve hát, amikor a hazám felcsendült például egy operett gálán, akkor azért úgy jó volt látni, hogy ez tényleg könnyeket csal az emberek szemébe. Legyél te is ösztöndíjas! Idén is hasonlóan lelkes fiatalok jelentkezését várják, akik szeretnék értékmegőrző, hagyományteremtő munkájukkal támogatni a külhoni magyarokat. A Kárpát-medence szorvány magyarságát segítő Petőfi Sándor programban és a tengeren túli, illetve Ausztráliában élő magyarságot segítő Körösi Csoma Sándor programban idén is 225-en vehetnek részt. Újdonság idén, hogy a pályázók külön felkészítést is kapnak. A nemzetpolitikáért felelős államtitkár azt mondta, a két program hozzájárul ahhoz, hogy az anyaország és a hazájuktól elszakadt magyarok kapcsolatát erősítse. Mindkét program az elmúlt években jelentősen hozzájárult ahhoz, hogy a magyar közösségek mind a Kárpát-medencében, mind pedig az egész világon, a diaszpórában élő magyarság esetében is megerősödtek, új lendületet kapott a közösségi élet, és talán joggal mondhatjuk el, hogy a magyar identitás is jelentősen erősödött. A Petőfi Sándor és Körösi Csoma Sándor ösztöndíj programra március 25-ig lehet jelentkezni. A pályázat feltételeiről és további részletekről a nemzetiregiszter.hu weboldalon lehet tájékozódni.